Kedves nézőink, az elmúlt héten pénteken esélyegyenlőségi napot tartottak Ajkán a belvárosban. A következőkben erről számolunk be önöknek. Köszönjük a kurátorainknak, köszönjük mindenkinek, aki velünk van és ünnepel. Esélyegyenlőségi nap keretében folytatódott Ajka város önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programterve, melynek célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a fogyatékkal élő emberek, valamint a sérülékeny társadalmi csoportok helyzetére. Ezeket a helyi esélyegyenlőségi programokat 2013-ban készítette el az ország valamennyi települése, hiszen feltétele volt annak, hogy uniós pályázatokat nyújthassanak be az önkormányzatok. Ennek keretében elkészültek az esélyegyenlőségi programok, amelynek jelen pillanatban a felülvizsgálata zajlik. Az esélyegyenlőségi programok megvalósítására hivatott ez a pályázat. Ez egy járási szintű 11 települést érintő pályázat, amelynek a keretében rengeteg rendezvényünk volt, amely része ez a mai esélyegyenlőségi nap, illetőleg az óriás plakát kiállítás is, amely október 31-ig tekinthető meg itt az Agórán. Rendeztünk konferenciát, lesz még egy záró rendezvényünk októberben, hiszen ez a projekt 2015. október 31 napjával fog zárulni. Én is úgy látom, hogy ez egy sikeres rendezvény, és nem csak ez a rendezvény, hanem a korábbi rendezvényeink is sikeresnek mondhatók. A pályázat kapcsán, megvalósítása kapcsán egy esélyteremtő programterv készül, ami a járás problémáit hivatott felkutatni, és azokra megoldási javaslatokat tenni. Ilyenek között szerepel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, a térséget érintő munkaerőhiány problémája, idősek problémája és a mély szegénységben élők problémája. Esélyegyenlőségi napot minden évben szervez a Molnár Gábor Műhely Alapítvány, ahol bemutatkozhatnak a fogyatékkal élő csoportok. Az idei évben a helyi esélyegyenlőségi pályázat segítségével egy nagyszabású, sok szervezettel együttműködve a város lakosságát megmozgató rendezvénnyel hívták fel a figyelmet a téma fontosságára. Nem szerettük volna csupán az értelmi fogyatékossággal élők napjának minősíteni ezt az esélyegyenlőségi napot, mert hogy ez egy sokkal nagyobb halmaz. Tehát itt igazából a nehéz sorsúak, a hajléktalanok, a romák és minden olyan célcsoport, aki bármilyen hátrányban szenved, nekik is szerettük volna kinyitni ezt a napot. Nagyon színes volt a délelőtt, több helyszínen zajlottak az események, bátorságpróbákat szerveztek az alapítvány munkatársai, abból a célból, hogy a diákok, az óvodások, a kisiskolások, nagyiskolások, bánkidonátosok, szentgyörgyisek, mindenkik, akik itt voltak ma, kipróbálhassák, hogy milyen érzés az, amikor egy picit terheltebb az a hátizsák, amit a sors az ember vállára akasztott születésekor. Tehát ők mankóztak, kerekesszékeztek, víz feladatokat töltöttek ki, integrált csocsóztak, és lehetett mindenféle kis nyomdás bizonyságot szerezni arról, hogy bizony ők ezen túlestek, és ezért ajándékot is kaptak. A továbbiakban színpadon zajlottak mindenféle zenés produkciók, fogyatékossággal élők, a Flárabás Roma autentikus táncegyüttes és zenekar adott egy jó kis koncertet, sőt, kerekített egy pici táncházat. Akkor önvédelmi bemutató volt a színpadon, hiszen a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából a fogyatékos nők erőszakkezelése program is bemutatkozhatott, és szociopolisztak kipróbálhatták, hogy mennyiből lehet kijönni havonta. Nekünk ugye ez nem sikerül olyan kevés pénzből sajnos, de nagyon sok játékos és vicces feladat volt még. Az esélyegyenlőségi nap programjainak színesítésében több karitatív és civil szervezet, valamint szociális intézmény is részt vett. A térségi családsegítő ruhaadományokat adott a rászorulóknak, a máltai szeretetszolgálat légvárral kedveskedett a gyerekeknek, és kézműves foglalkozások keretében szórakoztatták a kicsiket. A Vöröskereszt részt vett az ételosztásban, a Kristályvölgy Egyesület szociopoli társas játékával ismerhették meg a játékosok, hogyan lehet túlélni havonta nem várt negatív eseményeket. A Cserebere sátorban játékok és egyéb lakásfelszerelés találhatott gazdára. A művelődési központ melletti parkolóban pedig a rendőrség gokártyát próbálhatták ki a résztvevők.
Nagyon szerencsés vagyok szervezőként, mert ugye a Máltai Szeretett Szolgálat, a Vöröskereszt, a Térségi Családsegítő, a Szent György Albert Szakiskola, a Kristályvölgy Egyesület és több civil szervezet segítette a munkánkat, és nagyon-nagyon nagy összefogás volt valóban. Jöttek a nyugdíjasok segíteni, a sereberes sátrat csinálták, egy gondolattal össze lehetett hozni az ételosztásban a segítőket, tehát az utca embere beállt segíteni, tehát igazából azt tudom mondani, hogy itt nem is szervezetek voltak, hanem itt mindenki együtt volt. Az Egészségügyi Nyugdíjas Klub nevébe vállaltuk ezt a napot önkéntesként, mivel esélyegyenlőség van, és szerettünk volna itt részt venni, és nagyon sokan ellátogattak, különböző csoportok jöttek Dákáról, Ajkáról, mindenhonnan, pici gyerekek, és nagyon aranyosak voltak, hoztak egyet, de volt, aki nem is hozott, mondtuk, hogy vigyék a játékokat, nagyon örültek neki. A női egyenjogúság témaköre is kapott sátrat. Itt mutatkozott be a két norvég civil támogatási alap segítségével megvalósuló Molnár Gábor Műhe Alapítvány fogyatékkal élő nők erőszakkezelése és a Kristályvölgy Egyesület Emese programja, valamint a REC Projekt Nonprofit Kft. Rehabilitációs foglalkoztatási programja. A délután folyamán a Bonds Kft. HR szakértői tartottak előadást a női munkavállalók munkaerőpiaci helyzetéről. Nagyon sok hölgy dolgozik nálunk, ugye finom mechanikai összeszereléstől beszélünk, emiatt azért nagyon odafigyelünk a női kollégákra, rugalmas munkaidőben tudunk dolgozni, a termelési területeken kevésbé, de az adminisztratív kollégáink nem csak a hölgyek, hanem a fiúk is rugalmas munkaidőben dolgoznak, tehát nagyfokú lehetőségük van arra, hogy beosszák a saját munkaidejüket. Úgy szoktuk fogalmazni, hogy feladatorientált cég vagyunk. Ugye ez a rugalmas munkaidő és 3 hónapos munkaidő keretben megtörtént rugalmasság, ez az, ami leginkább segít számukra. Ez azt jelenti, hogy reggel 9 és délután 3 között van egy törzsidőnk, és a 3 hónapos munkaidőkeret pedig, hogy 3 hónap alatt kell nagyjából kihozniuk, nem hát nagyjából, hanem gyakorlatilag nullára az átlag 40 órát, átlag heti 40 munkaórát. A mai statisztikák szerint 370 fő női kolléganőnk van, a teljes létszámunk pedig 587 volt ma reggel. Alapvetően szeretnek nálunk dolgozni, pontosan így a rugalmas munkaidő miatt is. Sokan meg tudják azt tenni, hogy reggel elviszik a gyereket óviba, vagy délután korábban mennek el. Általában ez ugye párban, vagy a szülők segítségével, vagy a párjuknak a segítségével. Hogyha egyik viszi reggel, akkor a másik el tud menni korábban délután. Úgyhogy emiatt ezt azért sokan kiszokták használni. Én úgy látom, hogy nagyon rugalmas. Ez a munkaidőkeret, ez valóban jól felhasználható. Pont most vagyunk egy fordulónál, tehát ez a szeptember 30-áig kellett nekem is az esetleges felmerült mínusz óráimat, illetve plusz óráimat lecsúsznom. Ez nagyon tetszik. Minden munkatársam kedves. Én nem gondolnám, hogy kiemelt figyelemre van szükség. Inkább pontosan arra lenne, az volna a cél, hogy mindenkire ugyanúgy figyeljenek. Ne legyen megkülönböztetés azért, mert én is pont a fiatalkorommal várhatóan rizikófaktor leszek, hogyha esetleg szeretnék gyermeket vállalni. Ezt itt pont nem érzem, hogy ezzel számolnának, és ez nagyon jól esik, mert én sem szeretnék kiesni emiatt a munkaerőpiacról. A Molnár Gábor Műhely Alapítvány életében az esélyegyenlőségi nap szervezése mellett egy másik fontos esemény is jelen volt. 20 éves az alapítvány, igazából túlságos és felnőtt korba léptünk, tehát most már kénytek leszünk az önállóság mezén és egy kicsit jobban domborítani. És hát ebből az apropóból, hogy 1995-ben alapult az Értelmi Fogyatékossággal Élők Nappal intézménye, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, mert azt gondoltuk, hogy méltó ünneplés, hogyha most itt mindenkinek egy szelettortával kedveskedünk. Az esélyegyenlőségi programterv pályázata 2015. október 31-én zárul. Addig esélyegyenlőségi kerekasztal és záró rendezvény szervezésére kerül sor.
Mindig nagy problémát jelent és nehézséget jelent, hogy minél több embert megmozgassunk, minél több ember részt vegyen ezeken a rendezvényeken. Itt ugye használjuk a szájról szájra terjedő taktikát, illetőleg próbáltuk újságokba, honlapokon meghirdetni ezeket a rendezvényeket. Az első nagyszabású rendezvényünk az a mai nap, amiről én úgy vélem, hogy nagyon sikeres volt, és elvárásainkon felül teljesítettük a jelenlevő őknek a létszámától elkezdve a programok, egy nagyon izgalmas, hát még nem vagyunk rajta túl, de az eddig eltelt programok nagyon izgalmasnak és érdekesnek mondhatók. Hát nagyon remélem, hogy a visszajelzések is ugyanilyen pozitívak lesznek, én nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. A fórumokkal kapcsolatban, amelyek voltak különböző témákban, érkeztek hozzám visszajelzések, hogy melyek voltak az izgalmasabbak, esetleg kevésbé izgalmasabbak. Volt olyan kérés, hogy a záró konferenciánkra ki az, akiket meghívjunk még a fórumon résztvevő előadók közül. Tehát én azt mondanám, azért pozitív ennek a pályázatnak a visszhangja, és ezzel együtt ennek a programnak, és nagyon remélem, hogy ennek a rendezvénynek is, és egyfajta alapot teremtünk arra, hogy minden évben egy ekkora nagyszabású rendezvényt tudjunk ebből az esélyegyenlőségi napból kihozni.